Tisztelt miniszterelnök asszony! Nagy tisztelettel köszöntöm az Európai Parlamentbe, és nagy örömmel hallottam az ön beszédében azokat a gondolatokat, ami arról szólt, hogy a 2004-es, azt kell mondjam, közös csatlakozásunktól mennyi minden történt az önök országa életében, hogyan csatlakoztak az eurózónához, és most milyen kihívásokkal szembesülnek az első soros elnökségükkel kapcsolatban. Elsősorban azzal kezdem, hogy hálával tartozunk önnek, és megköszönjük azt a viselkedést, azt a gyors alkalmazkodást, amit a párizsi terrorcselekmények kapcsán tettek, és azt az intézkedéssort, amit az EU belügyminisztereivel sikerült elindítani, mindannyiunk biztonságának növelése érdekében, és az igazságügyi hatóságoknak a jó együttműködése érdekében. Olvastam az önök programját, és látom, hogy mennyire összetett, mint ahogy ön is mondta, óriási kötelezettségvállalást tettek, és ez nagyon dicsérendő. Szeretném, hogyha ez a kötelezettségvállalás teljesülésbe is menne át. Egy pontot szeretnék kiemelni ebből, a digitális piacot. Ez a gyors alkalmazkodást, amit ön is említett, nagyon fontos a digitális piacban. A digitális piac az Európai Unió számára egy óriási tartalék. Egy tanulmány szerint 520 milliárd euróval tudná gyarapítani a belső piac, egy szorosabb belső piac, egy jobban működő belső piac a 28 országnak a GDP-jét. Ez egy óriási tartalék jelen pillanatban. Nem kiaknázni ezt a lehetőséget, vétek. Azt gondolom, hogy a fél év elnökségének a programját arra kellene fókuszálni, sok más mellett természetesen, hogy ezt a potenciált ki tudjuk aknázni. Ebben az időszakban minden országnak erre kifejezetten szükség van. Arra biztatom miniszterelnök asszonyt, hogy tegye meg a szükséges lépéseket, és éljen javaslatokkal. Köszönöm, elnök úr! Kedves képviselőtársnőm, elismeréssel nyilatkozott arról, hogy Lettország, aki ugyanakkor csatlakozott az Európai Unióhoz, mint közös hazánk Magyarország, milyen jelentős eredményeket ért el, többek között az euróövezethez csatlakozott, gazdaságilag nagyon sikeres, és így tovább. Szeretettel kérdezem, minek tudja be azt, hogy Magyarország ennyire más helyzetben van? A rossz nyelvek szerint elképzelhető, hogy esetleg a hazai politikusok az elmúlt években az úgynevezett rendszerváltás óta ott kevesebbet loptak, mint nálunk, illetőleg kevésbé szolgáltatták ki saját államban. Köszönöm a képviselőasszony kérdését. Képviselőasszony is tudja, hogy nincsenek egyenreceptek. Amikor 2004-ben csatlakoztunk, mi is más várakozással tekintettünk a jövő elé. Magyarországnak is volt céldátuma az eurozónához való csatlakozásra. Nálunk 2002-ben a hazánk életében egy olyan törés következett be, ami után a gazdaságunk mély repülésbe kezdett. Sokkal hamarabb ért el bennünket az a válság, ami belülről indítódott. A szocialista kormányok ténykedése következtében majdnem csődbe kerültünk. Ilyen körülmények között örüljünk annak, ahol jelenleg vagyunk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Alelnök asszonyhoz szeretném intézni azt a kérdést, ha a digitális piacról beszélt, hogy vajon az egységes európai digitális piachoz képest egy úgynevezett digitális unióval is tudna-e képviselőasszony barátkozni, azaz a digitális piacot egyféle kivételként tekintve minden országban ugyanazon szabályok vonatkoznának a digitális piacra. Köszönöm szépen. Képviselő úr kérdését. Óriási a lemaradásunk a digitális piac vonatkozásában, például az Európai Egyesült Államok vonatkozásában. Én azt gondolom, hogy kellő mértékletességet kell tanúsítani, és fokozatosságot ezen a területen. Nyilvánvaló lehetne egy ilyen óriási lépést tenni, mint amit ön is mond. Én megelégednék azzal, hogyha ebbe a ciklusba, vagy a soros elnökség alatt, vagy kitekintve a következő 7 évre, a digitális belső piacot a szakpolitikák fókuszába tudnánk állítani, és minél inkább meg tudnánk valósítani azt, amit a programunkban célul tűztünk ki. Köszönöm.